Bank angle. Extrém gyakorlat a szimulátorban, amikor egyszerre jelentkezik az átesésre és a túl nagy sebességre utaló riasztás. Milyen feladatokat kell megoldaniuk a pilótáknak az éves vizsgákon? Föl van rakva egy hidraulikus emelőszerkezetre, hidraulikus mozgatószerkezetre, ami a doboz mozgatásával, illetve a szimulátor fülke mozgatásával csapja be a benne ülőknek az érzéseit. A vizsgák, amelyeken a szakszolgálati engedély meghosszabbítása múl. Városnyi kargó terminálok, ahol néha alternatív időnyerő megoldással kell megsürgetni a rakodókat, hogy a gép időben szálljon fel. És az érzés, amikor az éjszaka közepén az északi fény kíséri az óceán felett a jumbót és annak háromfős személyzetét. Sztorik a fedélzetről, jönnek az újabb jumbó titkok. Szüle Zsolt nem unatkozik, míg a jobbára utasszállítással foglalkozó légitársaságok kínlódnak szerte a világon, a kargógépek folyamatosan repülnek. Ez az az üzletág, ami a business aviation mellett még eléggé hasít. Mi két géppel ugyan, de gyakorlatilag elég sűrűn megyünk, elég sűrűn menetrendünk. A társaság egyik gépe folyamatosan ingázik a németországi Lipcse és az amerikai Cincinnati között, míg a másik jellemzően Oroszország és Kína között dolgozik. Voltak világkörüli útjaink, és szó szerint körbe ment a repülőgép a világ körül. Olyan destinációk voltak végig, hogy indult A-ból és A-ba végzett, úgyhogy a világot körbe járta. Mindezt hány nap alatt? Ezt egy nagyjából egy 8-10 nap alatt. Bár azért belevele esik egy ilyen Brüsszel-Frankfurt új gyakorlat, ami egy ilyen 35-40 perces repülés, vagy most ugye ez a gyakori, ez a Brüsszel-Lipcse. De ezek az utak azért is jók, mert az ember repülhet kézzel, nyugodtan gyakorolhat egy picit, és karban tarthatja magát, amit esetleg egy zsúfoltabb repülőtérben nem tudja megcsinálni, hozzáteszem, a kargó kevésbé érzékeny az erősebb kormánymozdulatokra, úgyhogy a kargó repülés mindenképpen azért is jó, mert az embert gyakorlatban tudja jobban tartani. Az említett nagy kargó központok épületei sokban hasonlítanak az utasterminálokra, de itt sok ezer tonna árut mozgatnak meg a speciális csápokon keresztül, illetve akár a gépekhez érkező több tucat járművel. Az áruszállító cégek, akár csak az utasszállító légitársaságok szintén törekednek a gyors fordulóidőre. Persze egy 747-es jumbónál nem 30 percről van szó, mint egy Airbus A320-as esetében. 2 és 3 óra közötti az az idő, tehát 3 óra egy teljes kipakolás, tankolással, illetve 2 óra szokott az lenni, hogyha csak kipakolunk. Általában előfordul az, hogy kipakolnak a srácok sokkal gyorsabban, és akkor előbb hozok a repülési tervet, azzal nyerünk egy kis pihenőidőt magunknak a rendeltetési repülőtérben. És hogyha ezzel a 2-3 órával számolunk, és ezt mondjuk le akarjuk vetíteni csak ilyen érdekes adatokra, hogy tonnák, akár üzemanyag, akár áru egy jól megpakolt, jól megtankolt gépnél, akkor az mit jelent? Hát a teljesen megrakott gép, ugye oda az nagyjából 100-115 tonna áru tud lenni, de átlagosan 100 tonna megvan még a DHL-nél is, ahol kis árukat viszünk. Gyakorlatilag mozgatnak 200 tonnát kibe, és ez megvan 2,5-3 óra alatt. Vannak repterek, ahol a földi kiszolgálókat, rakodókat alternatív módon kell ösztönözni, ha a kapitány késés nélkül, vagy legalábbis az előrejelzetnél kisebb késéssel szeretne indulni. Előfordul, hogy 2 egymás mellett parkoló gépből valamelyikre valamiért valamivel nagyobb figyelem jut. Nemrégiben Zsolt is így járt. Úgy tudtam olajozottabbá tenni, hogy lementem a német, illetve vegyesen török rakodó közé, mind a két nyelvet beszélem, és megkérdeztem, hogy ki mit kér. Úgyhogy a rengeteg kételvünkből én osztottam neki kávét, üdítőt, és ez egy kicsit olajozottabbá tette a dolgot, és az várható egy órás késés prognosztizáltak az orosz géphez képest, a sikerült leredukálnunk egy olyan 20-25 percre. Aminek örült a cégünk, mert nekünk ugye DHL-nek meg kell azt mutatni, hogy egyébként on time tudunk menni. Menedzseri feladatok, amire egy átlag kívülálló nem feltétlenül gondolja, hogy a pilótának ilyet is szerveznie kell. Szeretném azt az összképet elfelejtetni ott a rakodókkal, hogy a pilóta fennül egy trónon fönn a fülkébe, és utasításokat ad.
mivel közös érdekünk, hogy elmenjen az áru, és időben elmenjünk, ezért célszerű lemenni, beszélgetni velük, segíteni nekik, és az még abban, ha abban nyilvánul, hogy viszek nekik egy doboz üdítőt, vagy esetleg abban, hogy amikor nem mozdul a konténer, akkor tolunk rajta egyet, azt az értékelik. Számos útvonalon az egy évvel ezelőttihez képest nagy a csend, jóval ritkább a rádióforgalmazás. Az óceánrepülés pedig különösen csendes, mivel alapvetően digitálisan zajlik a kommunikáció. Pár héttel ezelőtt a nagy némaságban az óceán felett, az éjszaka közepén így különösen izgalmas látvány nyújtott a 747-es személyzetének az északi fény játéka a horizonton. Ez egy nagyon érdekes repülőt volt. Én csodaként éltem meg, megmondom őszintén, mert északi fényt én már láttam játszadozni az égen, még a SkyEurope időszakban, amikor hoztunk haza a repülőgépet Seattle-ből. De ez most órákon keresztül van olyan színe, fantasztikus fénytüdemény volt, ami úgy éreztem magam, most ez lehet, hogy viccesen hangzik, mint az ember egy ilyen mesében lenne, vagy valamilyen egy ilyen fantasztikus filmben, ahol megnyílik a csillagkapu, vagy valami ott elő fog jönni valami hétfejű sárkány a zöld háttérben, mert olyan szinten hullámzott a horizonton ez a fény, és olyan intenzív volt, hogy még ilyet nem tapasztaltunk. És hosszanból elment, mert ugye nagyon éjszakon mentünk, Izlandtól éjszakon mentünk, és nagyon-nagyon sokáig láttuk. Kicsit elszórakoztat minket ott a sötétségben, mert tényleg nagyon nagy csönd volt, nagyon nagy csönd van, ugye eleve a kommunikáció digitális, vagy ugye ICARS-on keresztül megy, vagy CPDLS-in, attól függéppen mi van, ez az egyik, a másik pedig, hogy amúgy sincs nagyon sok gép azon a trekken ott éjszakon. Csönd van, tehát rá szoktam kérdezni a frekvencián esténként, hogy csinálnak egy rádiópróbát, hogy hallanak, egyáltalán ott van-e még valaki, vagy éppen van-e még az irányító, és igen, és mondja, hogy hát egyedül vagyok. Hosszasan egy légtérben egyedül megyek. És akkor jöjjön a gasztrorovat, Szüle Zsolt 40 ezer láb magasságban, vacsorát főz a 747-es púpjában. Konyha és só után viszont vissza a komolyabb témákhoz. Zsolt nemrégiben járt 747-es szimulátorban. Minden pilótának időről időre vizsgáznia kell, ha érvényben akarja tartani szakszolgálati engedélyét. Na ezt fogjuk ma csinálni. Ez a Boeing 747-400-asnak az egyik szimulátora itt Angliában. Ez tulajdonképpen ránézésre beülve ide, olyan, mint az igazi repülőgép. Tulajdonképpen minden kapcsolója és berendezése műszerve megegyezik az igazi repülőgépnek a műszerével, azzal a különbséggel, hogy a kijelzéseket, illetve a mutatott paramétereket komputerek szimulálják a különböző bevitt kormánymozdulatok hatására. Az ilyen több órás programokon számos olyan helyzetet kell megoldaniuk, ami viszonylag ritkán fordul elő a valóságban, de a pilótáknak fel kell ezekre készülni. A pilóta jogosítványhoz, a szakszolgálati engedély hosszabbításhoz évente legalább egyszer el kell menni szimulátorra, ez egy hatósági vizsgának kell lennie. A hatósági vizsgáztató által kell lerepülni egy minimális úgynevezett proficiency programot, ami azokat az alapelemeket tartalmazza, ami a repülőgép vezetéshez kell. Ha valaki aktívan dolgozik egy cégben, és van éppen munkahelye és munkája is, akkor az éves hosszabbító szimulátoron kívül a légitársaság fél évente elküldi a saját szakmai hosszabbító kurzusára, és ott méri föl az illetőnek, vagy tartja karban, illetve méri föl a pilótának a tudását. Mi múlik ezen? Ha az éves szimulátoron elbukunk, nem teljesítjük a feltételeket az előírt kritériumokon belül, határértékeken belül, akkor nem hosszabbítják meg a szimulátor jogosításunkat, illetve nem hosszabbítják meg a szakszolgálati engedélyünket. Ismétlő szimulátorra kell mennünk. Ha a cégesen megbukunk, akkor a fél éves szimulátoron, akkor lehetőség van mind a kettőnél lehetőség van hosszabbításra, csak az egyiknél nagyobb a tét a jogosítvány. A fél éves szimulátor és az éves szimulátor, hogyha egy légitársaságon belül csináljuk, ez általában nem csak maga a 4 órás szimulátor vizsgából áll, hanem egy másik nap is rendelkezésre áll. Ezeken általában úgynevezett ilyen line-oriented flight training-et csinálunk, tehát egy útvonal gyakorlatot csinálunk, ami úgy zajlik, hogy megkapunk egy repülési tervet, ugyanúgy, mint amikor normálisan repülünk, az oktató hátul ül és figyeli a tevékenységünket. És a repülés során, ami mondjuk az én esetemben volt most egy Washington-New York, egy 40 perc, 50 perces útvonal, ebben számtalan olyan komolyabb vagy apró hiba volt, ami a figyelem elterelésére szolgál, a megosztott figyelemnek a megfigyelésére, vagy egyáltalán a döntési képességeinknek a vizsgálatára.
És a cél az, hogy itt megérkezzünk, leszálljunk, és a leszállás után pedig az oktató elmondja azt, hogy mit csináltunk jól, mit csináltunk nagyon jól, és mi az, amivel egyébként figyelni kell, vagy ami nem elfogadható. Ha ez megvan, akkor másnap van a vizsgarepülés, amikor szintén vannak az adott ciklusra vonatkozó meghibásodások, és vannak a standard kötelező hibák, ilyenek például a megszakított felszállás, az egy motorral való repülés, ugye a két motoros gépekről beszélve nálunk, ugye egy motor hiánnyal történő repülés, átstartolás, automatikával vagy automatika nélküli leszállás, illetve a különböző rossz látási körülmények közötti megközelítések, és ahhoz tartozó hibák. Na most ebből kettőt emeljünk ki. Megszakított felszállás 400 tonnával. 400 tonnánál az energia, amit ugye a mozgási energia, amit ugye a fékeken keresztül, a féktárcsákon keresztül ugye le kell csökkenteni, nullára kell tenni, az nagyon nagy. Ezáltal nagyon észnél kell lenni akkor, amikor azokat az elemeket veszük végig, azokat a műveleteket, azokat a cselekvéssorokat, amik a megállításra szükségesek. Egy-egy elem kihagyása, például egy spoiler, vagy esetleg egy vízes pályán egy tóval fordítónak a kihagyása, vagy nem időben való kapcsolása, bizony-bizony 2-300 métereket tud eredményezni a pálya után. És az gyakorlatilag az a újságcikk kategória. Kigyomlálva a bevezető fénysort, rosszabb esetben úszkálva valami tengerparton a géppel. Így van, így van. Tehát ami nagyon fontos az, hogy a cselekvési sort az ember időben csinálja, és nagyon-nagyon fontos a team munka, mint mindenben, mert ha én valamit kihagyok, akkor még az első tisztem tud reagálni arra, hogy valóban figyelj, ezt kihagytad, vagy az egyébként egy ilyen megszakított felszállásnál, ugye mindenkinek meg van határozva az, hogy mi a teendője. A pilot monitoring ebben az esetben szól, hogyha nem jött ki a spoiler, nem fordult át a sugárfordító, vagy az autóbrék kikapcsolt. Az autóbrék szokott egyébként lenni a legmúmusabb dolog, mert azt az oktató egy mozdulattal kiüti, és akkor az ember ott a bobog előre a egyébként 125 méteres látásba, ami gyakorlatilag nagyon kevés, és várjuk a lassulást, és nem lassul. És bizony az autóbrék hiánya az deal breaker, tehát az a szimulátor, azt nem veszük észre, akkor 100 csomóval menjünk a pályából. Vagy már késő a fékezés. És a másik az pont erre vonatkozott, amit mondta, egy 125 méteres látásban. Igen, tehát ugye a Jumbónak a pilótafülkéje jó magason van, olyan 12 méter körül, erről már beszéltünk valamelyik epizódban. Na most, hogyha van egy alacsony köd, az pont arra tökéletes, hogy a géptek az alja az kint van ebből a pára felhőből, a kokpit az meg pont bent a felhőben úszik. Igen, a mi CAT3A megközelítést tudunk csinálni. CAT3B-t csináltam még 737-essel annak idején egy másik légitársaságnál, az nagyon kevés, tehát ott tényleg nem sok beavatkozási lehetőség van, ott abszolút hagyni kell az automatikát leszállni. Itt is ugyan, bár az elhatározási magasságon nekem meg kell látnom a pályafénynek egy részét, és ha az nincs meg, akkor nekem még ott döntenem kell, hogy megyünk tovább, vagy leszállunk. Ilyenkor is előfordulhat ám az, hogy egyébként egy átstartolásnál a repülőgép földet ér, és tovább megy. Bank angle. És az egyik legrázósabb szimulátor gyakorlat, amikor extrém helyzetet kell kezelni a világ egyik legnagyobb repülőgépének pilótafülkéjében. Az UPRTT mindig lényege az tulajdonképpen, hogy azokból a nem szokványos repülési helyzetekből, amit egyébként az életben nem tapasztalunk meg, a pilóta a meglepetés faktor után egy gyors mozdulatsorra, vagy egy megfelelő menekülési mozdulatsorra a repülőgépet kivegye, nem feltétlenül kell a gépnek, hogy mondjam, a paraméterén belül maradni, de a repülőgépet meg kell tudni menteni, és utasokat meg kell tudni menteni. És ennek kapcsán volt nekem most, hát az átesés az mindig van, volt nagyon nagy állásszögű repülés, tehát ilyen 45-50 fokra felhúzott orral annak a kivételének a gyakorlata, illetve volt háton meg talpon nagy bedöntéssel recovery procedure, ami egy olyan érdekes állapot tud lenni, amikor az ember egyszerre találkozik az áteséssel és az overspeeddel, tehát a maximális sebesség túllépésének riasztásával egy időben. Van felhajtóerő, de viszont a felhajtóerőt a gyorsulás következtében, amit egyébként a kormány húzásával fejtek ki, gyakorlatilag a felhajtóerőből átesést lesz pillanatok alatt, és ezzel kell játszani, hogy tulajdonképpen az átesés és az overspeed határmezsgyén az ember próbálja a géporát fölvenni olyan helyzetbe, hogy vezethető legyen. Kapsz egy vészhelyzetet, egy meghibásodás sort.
Te vagy a pilot flying, van egy pilot monitoring. Mi az, ami ilyenkor fejből kell, hogy menjen, kapcsolás, eljárás, minden? Mi az, amit kiír a gép, és mi az, amihez kézikönyv kell? A gyártók, és ez legyen Airbus, legyen Boeing, teljesen mindegy, ad egy checklistet, legyen ez elektronikus, legyen ez papír alapú a repülőgéphez. Gondolok itt a non-normál, tehát a nem standard helyzetek. Mert a normál checklist az egy oldal. A non-normál checklist, ez a QRH, a Quick Reference Handbook, az egy ilyen vastag A5-ös formátumú könyvecske. Abban van az összes meghibásodásnak, ami előfordulhat a lekezelésen. Bár ugyan a könyv azzal kezdődik, hogy ez a referencia, de előfordulhat egy olyan helyzet is, amikor a pilotának a legjobb tudása szerint kell eljárni, és nem a könyvben lévő dolgokat. Ez egy ilyen gumiszabály, nem a könyvben lévő dolgokat kell végrehajtani. A Boeing azt mondja, hogy vannak bizonyos elemek, ezek az úgynevezett memory itemek, bizonyos meghibásodások, amivel úgynevezett memory itemek vannak. A memory itemek azok, amikre nincs arra idő, olyan meghibásodások, aminél nincs idő, hogy elővedd a könyvet, átadd a kontrollt, fölnyisd, hanem azt fejből kell tudni. Ilyenek például a kihermetizálódás, ilyen a hajtóműtűznek az alap elemei, ilyen amikor a hajtóműnek valamilyen rendellenes működése van, rezeg, pompázsol, magas a gázhő, ott fejből kell tudni. Az első oldalon vannak azok a checklistek, amik memory itemek, ilyen például az aborted engine start. Tehát elhangzik az, hogy aborted engine start, akkor gyakorlatilag nekem ezt kell fejből tudnom, és ezt kell hangosan mondanom, hogy fuel control switch, cut off. És akkor a hajtóművet megállítottuk, megvárjuk, amikor a hajtómű lepörög, és utána szólnom kell a pilot monitornak, hogy a aborted engine start non-normal checklist. És akkor ő ezen szépen végigmegy, és mindenki az area of competencia szerint, tehát a felelősségi területe szerint, hogy éppen melyik panel tartozik hozzá, azt szerint elvégzi a műveleteket. Nagyon érdekes a teherszállító repülőgépekre való vésüllyedés, illetve a tűz esetén a procedure. Amikor tűzült ki például a repülőgépen, akkor első nekifutásban nekünk 25 ezer lábra kell lesüllyednünk. Azaz a magasság, ahova egyébként kihermetizálódik a kabin. Ha mi tüzet oltunk a repülőgépen, akkor nem csinálunk tulajdonképpen mást a main deck-en, mint kihermetizálunk. 25 ezer láb magasságra kihermetizáljuk a kabint. Mi természetesen akkor már maszkba ülünk, és a vésüllyedést úgy kell végrehajtani, hogy 25 ezer lábig kell süllyednünk, azon kell a maximális sebességgel mennünk, majd 25 ezer lábon úgy kell megközelítenünk a repülőteret, a rendeltetés, ahol kényszerleszállást fogunk végrehajtani, hogy a lehető legtovább maradjunk nagy magasságban. Tehát magyarul a leszálláshoz való bejövetel az nagyjából úgy néz ki, hogy olyan 15-18 mérföldes távolságig 300 csomóval jövünk, ami kifér a csövön, ott kezdünk el lassítani, ott kezdünk el kipakolni, és gyakorlatilag mire a betonhoz érünk, kint van minden, ott egy kicsit non-standard konfigurációban jövünk, de gyakorlatilag ilyen 500 ezer láb között a repülőgép stabil lesz és leszáll. Ezt életben nem csináljuk, de a vészhelyzet, a tűz esetén ezt kell végrehajtani. A hosszú távot repülő kargópilóták életformája nem hasonlítható sok mindenhez. 10-14-18 napot vannak távol, ez alatt megkerülik a fél világot, számos időzónán haladnak át, majd körülbelül 2 hét szünet következik az otthonukban. Ha valakiknek, akkor nekik hatványozottan meg kell barátkozniuk a jetlaggel. Zsolt a szünete felétől általában már elkezd készülni a következő járatokkal kapcsolatos feladatokra. Szeretünk repülni, úgyhogy én általában az út előtt egy olyan 3-4 nappal kezdődik a zsizsergés, hogy pakoljak, ne pakoljak, mit pakoljak, nézem, hogy hova fogok menni. Ugye most 18 napokra kell pakolni, tehát itt azért ugye meghatároz a bőrönnek a mennyisége, hogy hány alsóra vágott zoknit tudunk bepakolni a bőröndbe, hány pólót. Ugye most a neszeszer meg a kis bőrönd. Igen, és utána ugye egyre jobban jön az, hogy az ember most már nem igazán tehát nem tud igazából arra a komfortjára pakolni. Én úgy szoktam menni ilyen településekre, hogy azért én viszek normális ruhát. Tehát ha ki tudjak menni a városba, akkor ne azt a benyomást keltsem, hogy én egy nem tudom én milyen öltözékben vagyok, de most már egyre inkább hajlok sajnos arra, hogy főleg ezekben a covidos időkben, hogy nem lehet elmenni a szállodából, hogy igen, van az embernek egy hát nem egy susogós macia, de egy melegítője, egy pár nagyon jó pólója, és hát bizony így éli a napjait a szállodákban.
kimenésre meg azért tartok egy-egy kultúrát, de régen sokkal többet vittem, és valamit hogy hazahoztam, megsitáltattam őket, felhőszagú volt az összes ingem, de gyakorlatilag egyszer sem vettem föl. Zsolt következő útja ismét a tengeren túlra Cincinnatibe vezet. A jambóját Dresdában kell majd felvennie. Ha nem szeretné lemaradni a sorozat további epizódjairól, így a jambó titkok következő részéről, akkor csatlakozz a követőink táborához.